Várhatóan 10%-kal is drágulhatnak a kötelező gépjármű biztosítások novemberben. Így az éves átlagdíj 32-33 ezer forint körül lehet majd. Közel 1 millió gépjárműnek, köztük több mint 500 000 személygépkocsinak esik még mindig január 1-ére a kötelező gépjármű felelősség biztosítási évfordulója. Ebben az időszakban becslések szerint nagyjából 100 ezer autós vált biztosítót. Totálkáros lökhárító, hiányzó ajtó és behorpadt karosszéria. Ebben a budapesti lakatos műhelyben nincs megállás. Egymást követik a kipofozásra váró autók. Azonban hiába a sok munka, egyre kevesebb a lakatos és egyre drágábbak az anyagköltségek. De nem csak ezért várható 10%-os drágulás a kötelező biztosítások piacán. Azért ez a díjemelkedés, mert ezeknek az díja, sajnos azt kell mondjam, be kell, hogy hozza előbb-utóbb majd az évközi több mint 4,5 millió autósnak a kötelező biztosítási díját. Most még mindig egy 20%-kal ezek a bizonyos novemberi váltós időszakban lévő autók el vannak maradva, tehát még 50-55 ezer forint körül az átlagdíj ma a kötelező biztosítása Magyarországon, addig ez a novemberi időszakban olyan 35 ezer, 38 ezer forint közüli díjakra számolunk. A kötelező biztosítások évfordulója azoknál esik január 1-ére, akik 2010 előtt vásároltak autót. Ez nagyjából 550 ezer kocsit érinthet. Ha valaki 2010. január 1-e után vett kocsit, akkor a megvásárlás napja számít évfordulónak, amikor lehetőség van biztosítót váltani. A korábbi évek tapasztalatai alapján úgy nagyjából minden tizedik autós él a társaságok ajánlatával, tehát vált szerződést, illetve hát más társaságnál köti meg a szerződését. Ez elsősorban valóban attól az a múlik, hogy hol találnak kedvezőbb ajánlatot, és másodszorban pedig azért a szolgáltatások minőségétől is függ, hiszen ez is fontos szempont lehet. A biztosítóknak szerdáig, azaz november 2-ig kell kihirdetniük a friss tarifákat. A meglévő biztosítónak november 11-ig kell kiküldenie az új ajánlatát az ügyfeleknek. Az érvényes biztosítást legkésőbb december 1-ig kell felmondaniuk az autósoknak. Az új biztosítás kiválasztásának határideje pedig december 31-e. Azoknak, akik a váltás mellett döntenek, a szakértők azt javasolják, hogy az új szerződést még az ünnepek előtt kössék meg. Aki viszont marad eddigi biztosítójánál, annak nincsen semmi dolga. Az ő szerződése automatikusan meghosszabbodik. A Híradót Kucog Jakab tudósította.